a városi tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója és üzleti terve is évről évre a képviselőtestület elé kerül, ez így történt a turisztikai Kft-vel kapcsolatban is. Az ügyvezetőt kérdezem, hogyan értékelni a tavalyi évet? Először is egy picit helyesbítenék, mert a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok előzetes beszámolóját tárgyalhatta a képviselőtestület a múltkori ülésen. Nyilván a mérlegbeszámoló időpontja május 31, és hát tekintettel arra, hogy mi nem intézményként és folyamatosan működünk, gyakorlatilag a december hónapot még csak nem régen sikerült lezárni, és nyilván lehetnek még olyan tételek, amik picikét módosítják az eredményt, de arról tudok beszámolni nagy örömmel, hogy a Balmazújvárosi Turisztikai és Szolgáltató Kft. A 2022-es üzleti évét nyereséggel zárta, mintegy 10 millió forintos nyereség képződött a cégben. Ugye két egységünk van, immár a 4 csillagos Hotel Camilla és a 3 csillagos Camilla Panzió, üzemi szinten mind a két egységünk eredményes tevékenységet folytatott 2022-ben, és ezzel mind a saját, mind a tulajdonos elvárásainak sikerrel tudott megfelelni. Hogyha a száraz pénzügyi adatoktól egy kicsit elrugaszkodunk, maga a szálloda, mint szolgáltatóhely, milyen változásokon, milyen eredményeken ment át a tavalyi évben? Igen, hát szerintem magunkhoz képest is komoly eredmény az, amit elértünk a tavalyi esztendőben, hisz ugye csak emlékeztetni szeretném a kedves nézőket, volt erről már szó, hogy 2021-ben a Covid miatti lezárások következtében az év felénél tudtunk csak kinyitni és szolgáltatni a vendégek felé, és hát elég zilált, összekuszált folyamatok voltak akkor mind a gazdaságban, mind pedig a vendégigények között. A 2022-es év ma már így ilyen távlatból, ha értékelem, akkor nem csak hogy teljes év, hanem egy rendezett évként indult, és majd úgy is folytatódott. Ezzel nem azt mondom, hogy hátradőlve is lehetett eredményt elérni, hisz megint csak emlékeztetném a kedves nézőket, hogy ugye egy éve február végén tört ki a háború a szomszédos Ukrajnában. Ez akkor bennünket is riadalommal töltött el, meg is torpant egy kicsit a vendégforgalom. Ezt követően pedig, illetve hát már ezt megelőzően is elindult egy olyan hiperinfláció Magyarországon, amire csak az igazán a korombeliek, meg az idősebbek emlékezhetnek, hiszen a 80-as évek végén a rendszerváltást követően volt akkora infláció Magyarországon, mint napjainkban. Ez nagyon komoly kihívás elé állította a Magyarországon működő cégeket, gazdasági társaságokat, és hát természetesen az a nagyon szigorú, mindenek előtt a rezsi drágulás és az élelmiszerek jelentős mértékű drágulása, az a turisztikai szolgáltató szektort, éttermeket, szállodákat nagyon hátrányosan érintette. Nagyon sokan be is zártak egyébként ugye az ősz folyamán, félve a hatalmas üzemeltetési költségektől, ami nálunk is többszöröse lett végül. És nyilván nem szeretem ezeket a feltételezéseket, hogy mi lett volna, ha, de azért mégis el tudom azt mondani, hogy ha nem ilyen gazdasági környezet fogad bennünket, hogy 6-8-szoros villanyszámlák jönnek, és majd 10-szeres gázszámlák, és az élelmiszerek árának a megduplázódása nem sújt bennünket ennyire, akkor ma itt még büszkébben állhatnék, és arról számolhatnék be, hogy több 10 millió forintos eredményt ért el a társaság. Büszkeségre ok van, ugyanis a 4. csillagot azért mégiscsak a 2022. évben gyűjtötték be, ezzel újabb szolgáltatási színvonalnak kell megfelelniük, ha jól tudom, akkor a vendégstruktúra is egy kicsit megváltozott. Ez így igaz. Amikor kinyitottunk, akkor senki nem tudta, nem csak mi nem, senki nem tudta az iparágban, az ágazatban, hogy milyen vendégigénnyel fogunk találkozni másfél év Covid lezárást követően. Hál' Istennek jól indult ez az időszak, ugyanakkor
Azt is látni kell, hogy ma Magyarországon két irányba mennek a dolgok. Aki nagyon olcsón, nagyon jutányos áron szolgáltat, ezek alapvetően az alacsonyabb kategóriájú szálláshelyek és vendéglátóhelyek, azok tudnak jól működni abban az esetben, hogyha jelentős vendégforgalommal bírnak, illetve ma csak azt mondom, hogy a prémium szegmens még, amelyik boldogul, hisz igaz, hogy magas árakon dolgozunk, mi is, és minden négy csillagos szálloda és étterem, de emellé jelentős többletszolgáltatást kap a vendég. Tehát egy olyan minőséget, amit hajlandó és meg is tud fizetni. A kettő között jellemzően a háromcsillagos szállodák, azok nagyon nehéz helyzetben vannak, hisz ugyanannyiért kapják a munkaerőt, az energiát és az élelmiszert is, ugyanakkor nyilván, mert alacsonyabb szinten szolgáltatnak, nem tudnak olyan értékesítési árakon dolgozni, mint a négycsillagos házak. Ennél fogva a jövedelmezőségük lényegesen alacsonyabb. Ugye ezért volt az, hogy törekedtünk arra, hogy a négycsillagos szolgáltatási színvonalba beleférjünk, mert tudomásul kell venni, hogy ma Magyarországon, aki négycsillagos szállodába jár, az a választásnál nem is keres rá az online platformokon a háromcsillagos kategóriára. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy a tavalyi év tavaszán, illetve a szezon előtt még ezt a minősítést megszereztük, és hát akkor azt mondtam a kollégáknak, hogy a neheze csak innen kezdődik, hisz attól, hogy kim van a tábla egy falon, attól még nem változik semmi, viszont onnantól kezdve, attól a ponttól kezdve a vendég elvárja azt a szolgáltatási színvonalat, amit ez a tábla jelent, és mindenhol máshol az országban találkozik is ezzel. Szerencsére a főszezonban ennek a vendégoldali elvárásnak is meg tudtunk felelni, és hát igen, itt csatolok vissza a kérdésre. Részben le is váltottuk a vendégkörünket, és hát azon vendégek, akik mindig az akciókat keresik, és alapvetően árat vesznek, mi ezt így fejezzük ki a szakmában, azok számára mi nem voltunk, és nem is szeretnénk a jövőben kedvező úti cél lenni, hisz a mi árképzésünket alapvetően a költségek alakulása és a tulajdonos eredmény elvárása befolyásolja, vagy kell, hogy befolyásolja. Tovább menve 2023-ban mit terveznek, milyen célkitűzéseik vannak, esetleg vannak további mérföldkövek, amit már ebben az évben szeretnének elérni? Igen, természetesen. Hát vendégforgalom tekintetében ugye az ősz az várakozáson felül jól sikerült, és lám milyen jó, hogy nem azt választottuk, hogy zárjuk be, vagy korlátozzuk a működésünket. Mi inkább előre menekültünk, és másokkal szemben mozgalmassá tettük az őszi hétvégéket, különböző tematikus programokkal, ugyanis hát az látszik most már tényleg az elmúlt időszak működési tapasztalatait elemezve, hogy azok a hétvégék, ahol különleges szakmai tartalom jelenik meg egy adott témához kapcsolódóan, az ételek, a programok ezt tükrözik, azok mindig kedveltebbek, mint a sima hétvégék. Ezt tovább folytatva az idei évben is, már a január-februári időszakban is nagyon jó telítettséget értek el ezek a műsoros hétvégéink. És hát természetesen sosem állunk le, mi magunkhoz képest is szeretnénk a továbbiakban fejlődni, és ugye ilyenkor sosem egy szállodáról beszélek csak, hanem magáról a cégről. Ugye ez most van terítéken, gyakorlatilag az a cél, az a szakmai elképzelés, elgondolás, ami nekem a fejemben van, és nyilván a tulajdonossal egyeztetett módon hajtjuk végre, az, hogy egy igazi turisztikai destináció menedzsment szervezetté váljunk a közeli jövőben, és ennek persze az első lépcsője az, hogy valamennyi szálláshelyet, ami a turisztikai piacon megformálható, és a Balmazővárosi
vonzerő része, illetve szolgáltatása, szolgáltatások része, azt vonjuk be a cég üzemeltetésébe, kihasználva az üzemeltetés szinergiáit, tegyük nyereségessé mindegyik működését, és amikor ez megvalósult, akkor ebből a megtermelt eredményből végezzünk el olyan feladatokat is, amik alapvetően nem profitábilisak, ilyen a városmarketing, ilyen a turisztikai alapú rendezvényszervezés, ilyen a Turinformnak mind a back, mind a front office oldala, folytassunk inkubációs tevékenységet, márkázást, és hát egy csomó olyan dolgot, ami szükséges ahhoz, hogy a turizmus szilárd lábakon álljon egy adott desztinációban, egy településen. Ugyanakkor ehhez pénz kell, és hát mi nem szeretnénk a város költségvetését jelentős mértékben megterhelni ezzel. És hát még egy nagyon fontos dolog vár ránk az idei esztendőben, nevezetesen az, hogy a kollégiumot, a diákszállást átvegye a cég üzemeltetésre, ahol ifjúsági turizmus tudunk magas szinten kínálni az ide érkező vendégeknek. Ezzel gyakorlatilag 3 szolgáltatási kategóriában működtetünk majd szálláshelyet. Nyilván ennek a vendéglátásra is előremutató jelentősége van, hisz az ott elszállásolt diákokat étkeztetni is kell majd. És hát ettől, ez is nagyon fontos, de ettől egy még lényegesebb körülmény, ami most napjainkban zajlik, hogy valamilyen módon a társaságnak, a cégnek a turisztikai igények kielégítésének, a markáns vendégoldaliságnak és a vendégközpontú szolgáltatásfejlesztésnek megfelelve a fürdő, a Kamilla gyógyfürdő üzemeltetésében is vegyünk valamilyen módon részt. Ezt a pont kedden volt egy egyeztető megbeszélés a képviselőtestület tagjaival. Én azt vettem észre, hogy kedvezően fogadták. Az elkövetkezendő napok, hetek dolga lesz az, hogy ezt az újabb szervezetfejlesztési lépést megfelelő módon előkészítsük. Azért nem tudok erről még konkrétumokat mondani, mert most formálódnak ennek a szándéknak a pontos jogi és közgazdasági keretei, de tény és való az a célunk, hogy az a élményígéret, amit a turizmusban a vendég a fejében felépített, és a mi dolgunk, hogy ezt megőrizzük, és úgy térhessen haza, hogy ez gazdagodott és nem rombolódott. Ehhez az is szükségeltetik, hogy a fürdő valamennyi szolgáltatása vendégközpontú és 4 csillagos színvonalú legyen. Ugye azzal a hasonlattal éltem az egyeztető tárgyaláson is, hogy képzeljük el egy széknek a 4 lábát, és hogyha bármelyik mondjuk rövidebb, akkor az a szék billegni fog. Így van ez a turizmusban. A kényelmes ágy, a tiszta fürdőszoba, a finom étel és a jó színvonalú fürdőszolgáltatások ugyanolyan súllyal esnek a vendég vélemények során alatba, és hogyha valamelyik nem tökéletes, akkor az a szék billegni fog, mert hogy rövidebb az egyik lába. Mi azt szeretnénk, hogyha azok a vendégek, akik ide érkeznek, azok élményekkel gazdagodva és megelégedéssel vegyenek itt részt a különböző programokon, és térjenek vissza lehetőleg minél hamarabb és minél gyakrabban hozzánk. Ennek érdekében a fürdőben szeretnénk, és nem csak a nyári strand szezonban, hanem azon kívül is folyamatos rendezvényeket tartani, korcsoportos gyerekanimációval, különböző szórakoztató és mozgásprogramokkal, illetve hát nagyon fontos feladat az, hogy az a létrehozott gyógykapacitás, ami a fürdőben jelenleg is rendelkezésére áll a vendégeknek, az kihasználtan és hatékonyan üzemeljen a jövőben. Ehhez mindenképpen helyben orvosra lesz szükség, és ekkor tud mind a szálloda, mind a panzió
illetve a diákszállás rácsatlakozni erre a szolgáltatásra, mint egy ezt is kínálva és felfuttatva a közös siker reményében és érdekében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy feladat van bőven az idei esztendőre. Én nagyon bízom a munkatársaimban, abban a kollektívában, amelyik itt összeállt az elmúlt két évben, mert bebizonyította azt, igazolta azt, hogy képes, tud itt Balmazújvárosban is minőségi turizmust kiszolgálni, és eredményesen tudja mindezt művelni. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly feladatok ezek, sok munkánk is lesz. Nyilván a társaságnak is növekednie kell, mind a dolgozói létszámnak, mind az alábontott különböző döntési szinteknek, de én azt gondolom, hogy sikerrel vágunk ebbe a munkába, és én nagyon bízom a tulajdonos Balmazújváros önkormányzatának képviseltestületében, hogy ezeket a törekvéseinket támogatja majd a saját döntéseivel. Mi rajtunk nem fog múlni. Én eddig is kemény munkát ígértem, türelmet kértem, és hát ha ez az esztendő egy picit kedvezőbb lesz közgazdasági értelemben, és talán azok a fejlesztések, itt a gázmotor projektre gondolok, és egyéb energetikai beruházásokra, amik azt célozzák, hogy kevesebbet kelljen ezekre a költségekre kiadni, akkor azok a célok, hogy itt a fürdő, szálloda és valamennyi szálláshely a városban egy irányba, azonos szinten és a vendégek megelőgedésére fog működni. Én nagyon bízom ebben, hiszek ebben, és ezért fogok dolgozni 2023-ban.